A mai vlog ez egy eléggé késő esti, illetve késő délutáni vlog fog lenni, mivel 2 óráig fel se keltem a számítógép elől, illetve picit fölkeltem, mert ugye nyilván más dolgom is volt, amit el kellett intézni, viszont 2 órától jöttek vendégek, aztán időközben jött még egy rég nem látott vendég, és így a 2 vendég csapat így átfedésbe volt, és most, hát, 6:45 lesz, most mentek el. És eddig egyszerűen alkalmam nem volt arra, hogy bármit is tegyek a mai vlog érdekében. Jöhet a pelenka csere? Kicseréljük a pelenkát, Szufin, és utána kezdődik a mai vlog, ígérem. A few moments later. Na mit szólsz? Kimenjünk egy kicsit a levegőre? Ha? Nem is voltam még ma a levegőn. Kimenjünk? Kimenjünk. Jó. Optimalizáltam a színhelyzetet. Mivel optimalizáltad? Megtekergettem a gombit. Wow! Te már manuálisan kezeled a gépet. Of course. Mikrofon be van kapcsolva? Megint csak, of course. Megint csak néma filmet fogunk no, fordulni. No. Az a helyzet, hogy tele van dzsuvával a kocsi. Látom. De mi ez? Ugyanis van egy hírem, amit majd nem sokára meg fog... Látszódok? Persze, hogy látszódsz, hát profi vagyok. Szóval van egy hírem, amit majd nem sokára meg fogok veletek osztani. És az, hogyha megosztom, akkor érteni fogjátok, hogy miért van tele cuccal a kocsi. Ne bólogass. A helyzet a következő. Annak idején, pontosan 4 hónappal ezelőtt kivettem egy irodát, hogy megtapasztaljam, meglássam, kipróbáljam azt, hogy milyen az, amikor elméletileg nyugodt, bambamentes környezetben dolgozol. Na most az a helyzet, hogy ez annyira nem jött be nekem, ugyanis a 4 hónap alatt talán, hogyha összes visszaszámolom, akkor talán egy hónapnyi időt töltöttem az irodába, de lehet, hogy még annyit se. És ezért úgy gondoltam, hogy fölösleges ezért fizetni, és most a jövő hónap elsőjével, illetve a hónap végén ki fogok belőle költözni. Viszont akkor is kell találjak egy valami helyet, egy kis kuckót, ami, ahol 100%-osan csönd van, és nem zörget a postás, nem jön be éppen a szomszéd, vagy valaki. Tehát a lényeg az, hogy el legyek különítve, legyen egy kis saját kis lukam, ahol én ott tudok videózni akár, vagy éppen, hogyha dolgoznom kell, akkor dolgozni. Azt hiszem, hogy kell egy stúdió, nem is iroda, stúdió, egy kicsi kis stúdió. Ez a megfelelő szóra. Hoppá, 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 egy picit túl voltam exponálva, ezért láttátok, hogy ilyen kicsit sötét az ábrázatom. Szóval igen, kelleni fog egy stúdió, ahova alkalomattán be tudok jönni, és fel tudok venni egy-két videót esetleg, és el tudom raktározni a sok doboz. Ezért gondolkodóba estem, hogy hol lehetne nekem a megfelelő hely, ahol el tudnák lenni. És erősen gondolkodom, hogy itt lent a Marosparton, ahol most a szerszámok vannak, oda lehet, hogy be fogok költözni. Remélem, hogy jó ötlet lesz. De ahhoz, hogy beköltözzek ide, ki kell szednem az összes dzsuvát, ami itt per pillanat van. Thank you.
gyerekek, jó. Rendesen a menetszél hűti a lábamat. Rendesen szellőzik a lábam így papucsba. Hibátlan. A mai vlogban beszéljünk egy kicsit a kritikákról, illetve a kritizálásról. Ti kaptatok-e már kritikákat, és hogyan érintett benneteket, illetve ha szoktatok kritizálni, akkor azt hogyan teszitek? Én úgy gondolom, illetve az a tapasztalatom, hogy ha az ember kap egy kritikát, ugye sok embernek a fejében az van, hogy ha meghallod azt, hogy kritika, akkor az egy negatív dologként csapódik le az emberbe. De egyébként egyáltalán nem így van, mert a kritika az egy pozitív dolog. Tehát az egy jó dolog a kritika. Viszont nagyon cseles, mert egy negatív áruhába burkolózik, és legtöbben azt gondoljuk, hogy ezzel a kritikával bántani akarnak. Attól függ, hogy hogyan kapod ezt a kritikát. Lehet normális kritikákat is mondani, vagy írni másokról, dolgokról, tárgyakról, viszont nem mindegy az előadás. Ha trágár, idióta, bunkó módon adod elő, akkor sértőnek bizonyul. Ha normálisan adod elő, kultúráltan, tisztelettudóan, akkor az egy nagyon jó dolog lehet, és az abszolút építő jellegű. Én is sok kritikát kapok a csatornával kapcsolatban, sok negatív hozzászólások egy-két videóhoz. Például olyat szoktak írni, hogy a videód. Egyáltalán nem értem azokat az embereket, akik veszik a fáradtságot, hogy odaírják azt, hogy ez egy a videó, akkor miért nem fejtik ki, hogy nekik mi nem tetszett benne. Tehát írjanak egy normális kritikát, mert én ebből nem fogok tanulni soha a büdös életembe. De akkor mondd meg, hogy mi nem tetszett benne. És akkor próbálunk ebből tanulni, és legközelebb csinálunk egy jobb szarabbat. Mi ez a bogár? Ha legközelebb kritikát kell írni, vagy valamit kritizálsz, akkor próbáld meg azt úgy tenni, hogy az építő jellegű legyen, hogy ismerje föl az a valaki, akinek a kritikát írod, vagy akinek a valamiét kritizálod, hogy mi az, amit te szerinted nem jól csinált, vagy másképp kellett volna csináljon. Oké, elég az elmélkedésből. Van még néhány kérdés, amit még meg kell válaszolnom. Igaz, nem sok, mert nem sok kérdés érkezett a videók alá, de reméljük, hogy ez majd a jövőben változni fog. Úgyhogy most meg is szeretném ragadni az alkalmat, hogyha van kérdésed, bármivel kapcsolatban, akkor a videó alá légy szíves, kommenteld be, vagy írj a Facebookon, vagy mit tudom én, bárhogy, csak jutasd el hozzám a kérdésedet, és akkor azt meg fogom válaszolni valamelyik vlog adásban. Oké, itt az ideje, hogy válaszoljak nektek néhány kérdésre, ami eddig érkezett a videók alá. Remélem, hogy nem zavar benneteket, hogyha Évi itt a hátam mögött gazol. Az első kérdés, Kristóf Channel. Azt kérdezi, hogy olcsón milyen kamerát ajánlok? Gondolom vlogoláshoz szeretnéd használni a kamerát. Nem akarok hülyeséget mondani, ennek a kérdésnek még utána kell nézek egy picit mélyebben, de a legegyszerűbb és a legolcsóbb kamera az ez, ami a telefonodon van. Már ha van okostelefonod, amin van kamera. De ha nincs ilyen okostelefonod, amin ilyen kamera van, akkor biztos, hogy van otthon a családnak fényképezőgépe, ami alkalmas arra, hogy videót rögzítsen. 12121 Zolika! Azt kérdezi, hogy egyik vlogban lesz-e motoros GoPro-s felvétel? Az a baj, hogy nincs motorom! A másik dolog meg nincs GoPro-m! Ezért a válaszom nem. Egyelőre nem lesz. What's going on? Úgy szintén Zolika, lesz-e kérdezfelelek része a vlognak? Igen, jó lenne, ha lenne, de az igazság, hogy egyelőre még nem kapok annyi kérdést, hogy ez egy külön műsor számot kitöltsön, így hát igenis, meg nem is. Arra kérlek benneteket, hogyha van valami kérdésetek, bármivel kapcsolatban, de tényleg bármivel kapcsolatban, jó, azért túlzásokban ne essünk azért, akkor írjátok meg itt kommentbe a videókba, vagy írjatok egy e-mailt, vagy írjatok a Facebookon, valahogy utasjátok el a kérdést, és akkor meg fogom válaszolni a vlogban. Mint ha ezt már mondtam volna egyszer. És következzen az utolsó kérdés. My vlog by Bian Klau...
Biancluida. Wow! Egyébként ő egy makói vlogos csajszi. Én most tudtam meg, nem olyan régen írt rám. Kicsit nyelvtörése sikeredett, nem tudom, hogy melyik a nehezebb kimondani az én családnevemet, a Hupucit, vagy a Biancluida. Azt kérdezi, hogy megnéznek az utcán az emberek, amikor vlogolsz. Ezt nem kérdésként mondtam, szóval vlog, hogy magam ez a násztúzok, ez én. Megnéznek az emberek, amikor az utcán vlogolsz? Ha igen, hogy küzdöd le azt az érzést, hogy megbámulnak, és hogy tudsz továbbra fesztelenül beszélni? Majdnem azt mondtam, mesztelenül, de fesztelenül beszélni a kamerába. Próbálok nem odafigyelni, ahogy, hogy mennyire bámulnak az emberek, de az a helyzet, hogy igen, meg szoktak bámulni általában, mikor ekkora nagy mordájjal, főleg szegvéllyel fogom a kezembe a nagy kamerát, olyan, mint hogy nagy géppisztolyt, csúzlit cipelnék magammal, mint a régi maffia filmekben. És igen, elég nehéz az, hogy higgadt tudjál maradni, hogy ne arra koncentráljál, hogy mennyire bámulnak. De valamilyen szinten meg kell próbálni, nem odafigyelni az ilyen dolgokra, de próbálom azért leküzdeni. És itthon vagyunk. Kezdődik a fürdetés. Na, jó étvágyat kívánok a vacsorához. Jó étvágyat a vacsorához. Jó éjszakát! Szinte az emberek 80, inkább 90%-a, amikor meglát, hogy szegvéllyel tolom a babakocsit, akkor nem bírják ki, hogy ne szóljon a két szót, hogy ó, hát neked ez mennyire könnyű, ó, hát gépesítve van a szerkezet, úgyhogy így könnyű a babának, könnyű az apukának babakocsit vagy babát sétálni. De egyébként meg kell mondjam nektek, hogy negyed órát, fél órát ezen a ketyerén állni eléggé fárasztó dolog, mert a lábizmaid egyszerűen iszonyat erőfeszítésnek vannak kitéve, és látszólag ugyebár állsz rajta, de ettől sokkal, de sokkal több történik egy ilyen szegvélyen. Úgyhogy igenis fárasztó, nem egyszerű, csak annak látszik.